Sziasztok srácok, üdvözöllek benneteket a Retro versus Modern negyedik részében, itt van velem a Makam. Sziasztok! És ebben a videóban a jó öreg golfokat hoztuk el nektek, hát hogy jó öreg, az enyém nem öreg, az enyém egy 2014-es golf, Makamé pedig egy 83-as golf, és ezt a kettőt fogjuk ugye már összehasonlítani a mai részben. Itt az lesz a legfőbb érdekesség, hogy mind a két autót elég jól meg fogjuk tudni tuningolni, ugye motorcsere nem lesz. Az enyémben egy alapvetően egy sor 4-es, 2 literes turbocsárzd motor van, a Makaméban viszont csak egy 1.8 szívó, persze azért azt elég brutálisan meg lehet majd csinálni, úgyhogy kíváncsi leszek a végkifejletre. Itt azért elég nagy, korkülönbség van a két autók között, de az, hogy most mind a két autóba nagyobb mennyiségű tuningot fogunk tudni tenni, főképpen úgy a fiatalabbra gondolok, itt annak is majd lehet, hogy jobban ki fog jönni az ereje, úgyhogy meglátjuk majd, hogy melyik autó hogyan szerepel a mai összemérettetésen. Ugye Makam fogja kezdeni a tuningolást, azzal majd meghatározza nekünk a pontszámot, és akkor mi is szépen beállunk majd hozzá. Érdekességképpen, Makam, neked mennyi az alappontszáma az autódnak így? D408. Az mondjuk eléggé kevés. Nekem B671. Meglátjuk, álljátok, 800-ra körülre fogjuk tudni feltolni majd, 800 nem? Fölé, igen, igen. Aha. Úgyhogy érdekesnek tűnik, úgyhogy Makam kezdi is a tuningolást. Nos, Makam el is készült a verdájával. Mennyi lett az a bizonyos pontszám? S1-841. Elég magas. Ahhoz képest, hogy milyen alacsonyról indult az a kis verda, az képest nagyon durván nagyot ugrott. Jaj, 440 pontot rápakoltam. Na jó, motort közben nem cserélek. Alapvetően összkerék az autó, úgyhogy ez marad így. Van egy ilyen Rocket Bunny. Ó, amúgy ez egész jól néz ki. Nem vagyok nagy golfos amúgy, tehát nem értek így nagyon ezekhez a dolgokhoz, hogy ez így mennyire okés, de amúgy szerintem jól néz ki. Nem tudom, hogy alapvetően le lehetne cserélni például, amúgy azt meg kéne nézni gyorsan, hogyha én ezt nem rakom rá, ezt a Rocket Bunny szettet, akkor anélkül tudom esetleg, akkor csak az első lökösre van ez a sima. Jó, akkor rátesszük. Ezt gondoltam megnézzük. Oké, azért ezzel kicsit vadabb az autó, úgyis fogjuk tolni majd, tudni tolni felfelé rendesen. Oké. Ez a szárny, ez nagyon vad. Aha, és ez a leszorító erő tuning, úgyhogy szerintem simán mehet. Még, hoppá, hoppá, ez mi? Ezt rá kell tennünk, gyerekek. Nagyon kevés olyan autó van, nem tudom, hogy ezt hogy sikerült kifognunk. Tudok rá villogót tenni. Nagyon kevés olyan jármű van, amire lehet villogót tenni, nagyjából ilyen 10-15. És hogyha most már kifogtunk egy olyat, akkor rá fogom tenni. Majd keresünk valami jó skint rá ehhez. Hát ja, úgy is üldözni fogsz, úgyhogy. Na, kösz. Jó, versenyabroncs, ugye a télit tök felesleges, egyrészt mert nem téli versenyeket fogunk menni, másrészt meg Maka már letesztelte egyszer, hogy annyival nem jobb az a téli cucc. Nekem ezek a 19-es felnik maradhatnak, viszont nagyon tetszik ez a felnik, de lehet, hogy lekéne, aha, mínusz 13 kiló, azért az elég sokat számít, és jól áll neki ez a felni. Viszont kérdés, hogy az átszíneződik. Hagyjad már, nagyon fullos, ez még illik is hozzá. Húha, itt ilyen nagyon, nagyon vad felniket nézegetek éppen amúgy. Amúgy ez sem fett rossz. Nagyon sok felni, nagyon jó egyébként, az a 7-es golfhoz. Aha, az is rohadt jól néz ki. Olyat néztem, hogy ilyen spirál, és picit így meg van hajtva, és így uff. Aha. Ez is amúgy nagyon tetszik, ez a felni hozzá. Na most nem fogok tudni dönteni, az lesz a legnagyobb probléma. Ez nem néz ki rosszul, illetve nekem ez tetszik, én ezt fogom rátenni. Szerintem azért ez így azért nem rossz. Jó, na. Akkor ami mehet bele, kuplunk. Versenysebességváltó természetesen, hajtáslánc, végre az új autót is lehet pakolni, pimpelni megfele. Bizony. Oké, ott a versenyrugó, amúgy nagyon durván jól néz ki ez a kocsi így már. Tetszetős. Most csak 740, jó 781-nél tartok. Még van 60 pontod. Kérdés, hogy eljutok-e odáig amúgy. Hát elfogok, itt most már motorikus tuningokra van 815, 843, hipp! Hoppá. Hip hup hop. Az kicsit nagy ugrás volt. Versenyszelepek, jó? Tehát kicsit így okosabb. Versenymotorblokk persze. Turbó mennyit dob? Aha, azért ott. Aha, és itt meg is lenne a verseny turbóval a 841 pont. Úgyhogy ezt bele is rakjuk akkor. Elég sok motorikus tuningot kap így az autó. És még egy utcai lentkerék is belefér. Esetleg még valami. Nem. Akkor S1 841 lett az autó, ez a
a kívánt pontszám, ugye? Amit mondtál. Jó, akkor ezt megvásároljuk. Keresünk rá egy kinézetet, és arra gondoltam, hogy hát ha valaki készített rá egy jó magyar rendőrszkint esetleg, amivel üldözhetjük majd a makamot. Hát ezeket jó nehezen tölti be, még itt párat tölt, hogy látom itt Karl papának van egy rendőrséges szkinje, és tőle már máshol is láttam ilyen kinézetet, úgyhogy egész jókat csinál, szerintem ez nekünk most a mai részre tökéletes lesz. Ne gyere a házhoz, mert miért kijöttem? Nem vagyok a háznál. Jó, oké, rendítsen. Odébb jöttem. Amúgy fullos. A kinézet az fullos, szerintem. Kicsit ott van makam ott a sarkon áll valahol. Jó, csak a lámpáját látom, várj még egy kicsit, jós, meg a tuningba belenézek. Jó. Autó tuningolása. Oké. Végsebességünk egész jó, gyorsulásunk egész jó. Oké, ezt picit lentebb toljuk. Sebességfokozat. Picit elhúzzuk így balrább. Na így viszont csökken a gyorsulásunk eléggé láthatóan, úgyhogy annyira nem. Igazítás, hát kerékdőlés, nem tudom, hogy erre most mennyire lesz szükségünk, igazság szerint. Talán itt most annyira nem kéne az a kerékdőlés, egy icipicit visszaveszek belőle. Oké, kanyar stabilizátor, hát ebbe én nem merek bele nyúlni. Diffi, a diffi hogy van? Ha mindenhol nagyjából ugyanannyi, ez így szerintem jó lesz. Oké, ebben nem is nagyon merek belenyúlni, és leszorító erő esetleg egy picikét, ha rámegyünk a kanyarra, csak egy icipicit. Hátul azért az úgy eléggé combos azzal a szárnyal. Hát szerintem amúgy ez a Golf tartani fogja magát az összkerékkel, neked is összkerék, ugye? Igen, igen. Na, akkor kijövök, és akkor nézzük meg egymásét. Nem. Kigurulok így az utcából. Ojoj, rendőrség! Ojoj! Na jó! Az igen, mi van rajta? Ugye milyen komoly? Hoppá! Várjál, így állok, hogy eléd, és akkor én meg megvilágítalak téged. Aha. Nagyon kis szolid lett az egyes Golf. Hát igen. Sleeper. Ahhoz képest ez nagyon vad lett amúgy. Nagyon jól néz ki. Milyen szélesítés van rá. Ugye? Azt a... Gondolkodtam rajta, hogy most rátegyem, de szerintem rohadt jól néz ki. Nagyon jól néz ki. Tényleg, jól látom, van rajta hátul is valami spoiler, nem? Egy gyenge spoiler hátra, aha, igen. Aha. Kell, mert elsőkerekes autóknak kicsap a hátulja összkeréknél, úgyhogy muszáj. Aha. Jó, egy gyors adategyeztetés, amit hogy autó statisztikára gondolok itt. Aha. Kocsik, autóm. Na, az enyémnek 330 kW az ereje. 263. Jó. 573 Nm. 414. 1200 kiló. 803. Na igen. Tehát 400 kiló. 400 kilóval könnyebb vagy, az nagyon sokat számít. Tehát lehet, hogy nagyobb a teljesítményem, meg a nyomatékom, de hogy ott a súly, az lesz érdekes. És 2300 lett ugye a motorblokk, ugye, ami változtatta, azt hiszem, ugye a hengerű tartalmat. 1.8-ról 2.000-es lett, igen. Aha. Nekem na, az jó. Az jó. Ugyebár láthatjátok, hogy tél van. De a háromból két versenyt nyáron fogunk menni, azért, mert nyilván itt csúszik az út, és a golfok nem feltétlenül térre valóak. Ellenben, most, hogy be van fagyva a tó, mind a ketten csúszni fogunk, de a gyorsulás, itt azt így fogjuk megcsinálni. Ja, téli gyorsulási, erre egy hónap egyszer van lehetőség. Igen, mert ugye most be van fagyva itt a tó. Bizony. Hú, mert lehet menni veretni vele. És most ellenőrzöttek a körülmények. A rendőrség. Igen, biztosítva van a környék. Igen, kiraktuk a terelőbójákat. Várja, mert balrább kéne menni, és ez sok csúszik. Csúszik nagyon. Igen, egyébként itt a full jégen számít a téli gumi. Az aszfaltos versenyeknél nem számít abszolút. Aha. Na mindegy, te nincs téli gumid, neked is versenygumi van. Na, dehogy is versenygumi van, olyan jó slick, mint az állat. Jó van, oksi, akkor csapassuk. Nagyon vadak amúgy. Mondjuk itt nekem határozottan az újabb tetszik, de hát ez ilyen... Nagyon hát egyéni. Én még nem tudom eldönteni sajnos, eddig az első generációs tetszett, amivel én vagyok, de... Na ilyen közel indulunk egymáshoz! Húva! Azt a mindenit, jaj, nagyon csúszik! Aha, nagyon csúszik! Nem nagyon akart betapadni. Nem, abszolút nem. Hát igen, itt a súly az eléggé problémás. Igen, az tényleg az. Ez mennyi, negyed mérföld? Vagy fél? Azt szerintem... Én nekem vége a kocsinak ennyi. 2.45-tel tudok menni max. 2.40-ig ment az enyém, akár.
Na, úgy, nekem... egyszerűen semmi tapadásom nem volt azért, mert ez való várható volt. Hát igen. Pont a nagy súly miatt amúgy, mondjuk nem feltétlenül. Mert ugye a súly az, az kicsit arra ösztönzi a gumikat, hogy jobban tapadjanak, de hát... Ez van. Á, jó, oké, úgy tetszik nekem is, most láttam. Á, nagyon állatul nézett ki az a beállás, ahogy volt most. Na, itt az autópályán majd megmutathatom, hogy mit tud a kicsike? Kíváncsi hogy kell, rá. Hogy kell kipitelni autót? Igen, igen, pitelni, az nagyon megy. Már van szakmai gyakorlatom, hopp, én indulok előről. Ez az. Úgyis a gyorsulásod azért az... Aha. Aha. Azért rakoncátlankodik a hátulja. Láttam, megcsúszott. Az enyém ahhoz képest stabil, mint a beton. Szia, mit csinál? Aj, basszus, elfelejtettem időben váltani. Olyan rövidek amúgy. Nem! Basszus, nagyon csúnya volt. Elcsúsztam. Nem baj. Ezt még simán visszahozom. De a váltást azt meg kell szokni amúgy. Igen, rövid a váltó nagyon. Ebbe is. Már ötödikbe vagyok. Még csak negyedikben, most értem ötbe. Megcsináltam valami achievementet. Felváltottál ötödikbe. De láttad volna a visszaváltást? A kis ujjammal váltottam vissza. Miközben kanyarodtam balra. Jó, lehagyjuk a rendőr, jó van. Lerázzuk. Nálam megy is vissza a körözési csillag, már látom. Igen, már villog mi? Villog. Á, még nem, még látsz. Nagyon. Á, na majd most fogsz rám mindjárt. Á, jó. Na látom hát, a térképen, hogy közeledik a zöld. Azonban nyomom a szirénát, akkor nem tudok normálisan vezetni. De jól veszi, hopp, hopp. Dobott egy picikét. Jó volt az úgy. Tetszett. Milyet repültünk. És megint a kigyorsításod a francesen belé. Kigyorsítás, ez iszonyat jó. De jól néz ki, Zanárda is. Itt vagyok Cs. Mögötted. Hopp-hopp, kicsit szűkösen vettem be. Ez most eléggé necces így. Aha. Oké, hát itt nem kellett volna már visszaváltani, de igazság szerint nem ezen múlott. Igazság szerint ez az apróságok. Igen. Itt nem tudom fixen azt mondani, hogy a másik jobb, mert ez eszméletlenül jól tartja a kanyarokat, de tényleg valami brutálisan jól tudom venni vele a kanyarokat. Az meg egy kicsit jobban gyorsult, tehát eddig amúgy összvisszennyi látszik. Itt az, hogy most melyikünk lett az első, ez most konkrétan az, hogy ezt most kicsit elszórakoztuk, legalábbis én biztos ezt a verseny, de hogy itt nem mondanám, hogy annyira nagy különbség van a két autó között. Nem egyértelmű. Igazából tényleg nem egyértelmű. Kigyorsítás, ez iszonyat durva ennek az egyes golfnak. Nagyon-nagyon kemény, hogy kigyorsul. Igen, elrontott kanyaroknál is, amikor előttem voltál már a hídon a városba, simán visszajött, nagyon durva, gyorsul. Hát jó. Viszont meglepően stabil ahhoz képest, amire számítottam. Tehát, hogy a... melyik autó volt az? Jó, itt spónolt az a izé, ez a hülye hőlékballon. Amúgy, ahhoz, én tökre aggódtam, hogy tél lesz, akkor nem biztos, hogy ötletett a golf. De ez az autó pont ezzel a kinézete olyan jól néz ki szerintem itt a hóban, hogy az valami hihetetlen. Ó, igen. Nem tudom, nagyon szép. Há, mindegy, kicsit így elnézegetem. Tomokam is. Na jó, van, menjünk a körversenyre. Nekem nincsen menetfényem. Há. Nem baj. 83-ban még nem volt divat. Pit manöver is coming. Ajaj. Nem volt divat. Mondjuk tényleg. Valami városon kívül azért valami csompicsocsot kapcsoljon, uram, mert meg kell bírságoljam ellenben. Hozom én a csekkfüzetet utánad. Oké. Okay. Lobogtatod ki a tetőablakon. Van tetőablakom amúgy? Nem tudom, mert csak így mutatom. Tudom, mennyire fullos ez a kis gól. Hopp. Há, egy kicsit driftelősre vettem a figurát itt. Nem Tag Life rendőr vagy. Jaja. Tudjuk ám. Nem merek hátra nézni, mert akkor elrontom a kanyát.
De nyugodtan. Ha, hallom a sziréna. Hát ez nem 50, ez nem 50. De 50 az. Ott lakott terület volt. 250. 250. Okay. Nem tudsz olyan sokat rám húzni amúgy, nem, legalábbis abszolút. Eddig annyira nem, hát mondjuk itt... Itt necces. A gyorsítás megint. Ja. Na, most már nem is hallasz. Szó szed. Ezt a fiatal emberre körözést kell kiadnunk. Ja, mindjárt majd elén beállnak más rendőrök. Ja, így meglepődném így, hogy ja. Hat másik ugyanilyen megjelenne. Az biztos. Kicsit lementem a fűre. Ajajaj, hűvön fékeztem, ajajaj. Nem baj, nyugodtan, ez jó, megfog. Oké. Okay. Így se csúszik a hátulja, pedig full gázzal jöttem ebbe a nagy kanyarba, nagyon durva. Jó az a spoiler rajta. Igyekszem utolérni. Hát azért minden körbe egy keveset rám tudsz húzni itt a kanyarok után. Jaj, te kigyorsításban. Szerint az a hátrányom. Ide helikopteres erősítés kell. Hatalmas mágnessel elkapjuk az autódat. Ja, felkapják, igen. Fú, de elhúzta, lasztorolt mindenit. Hát a 400 kiló különbség. Hát igen, igazság szerint annyi, ami benne van a pakliban. Bár szerintem, hogy őszinte legyek, itt a két autónál tényleg az számít, hogy milyen versenyre viszed el. Tehát, hogyha elviszed hosszú pályázni, igen. Vagy ahol nincsenek ennyire szűk kanyarok, akkor ahol nem kell ennyire lelassítani, inkább úgy mondom, akkor nem feltétlenül a régit választanám, hanem lehet, hogy az újat. Mert hát ez egy rendőrautó, tehát az azért... Na! Ja. Tehát nem azért ahhoz nél, de hogy igen. Hát ez evidens, hogy az tipitopposan veszi itt a kanyarokat. Pedig, hát, ja. Szerintem amúgy így körül-körre látható az a plusz-plusz előny, ami így halmozódik rajtad. Igen, egyébként. Még fel nem borulj nekem ott az elején. Majdnem sikerült. Elkaplak a célbor! Hát ez itt így ilyen szempontból csúnya, de igen, ott azok a kanyarok nekem pont annyit fognak vissza. Mert olyan 120-ig, ameddig nem váltok hármasba, addig te jobban húzol nagyjából. Mm-hmm. És ott neked jobban gyorsul a verda határozottan. És próbálod? Nem szükséges igazság szerint. Na, látom. Őszinte leszek nekem, amúgy ettől függetlenül jobban tetszik az új. Hát most már nekem is jobban tetszik az új. Tehát, hogy az újat nyilván itt is, hogyha full tuning lenne benne, akkor az nyilván kicsit jobb lenne. De én nem merem azt mondani, hogy rossz, mert szerintem abszolút nem rossz. Olyan jó vele menni, olyan jól üli a kanyarokat, és lehet, hogy az előző, nem tudom, még a GTR-re mondtad, hogy olyan, mint hogyha sinál húznák. Igen. Na ez még durvább, csak ez megy is hozzá egy kicsit. Tehát, az hogy... nem ment. Há, igen, az nem nagyon. Úgy azzal a pontszámmal nyilvánvalóan, igen. Hogy fel volt tuningolva. De nekem ez rohadtul tetszik ez a kocsi. Ilyen szempontból. Gyere, megdobállak hógolyóval. Összeírtam ám a csekkeket. Nem tudom, hogy a Forzában mennyire lehet pitelni. De mit szólnál hozzá, hogyha kapsz egy kis előnyt, mondjuk én innen indulok a kereszteződésből, és el kell, hogy kapjalak a következő körforgalomig, tehát az autópálya végéig. Aha. Oké. Okay. Benne vagy? Fáhogy. Na. Akkor 3, 2, 1, mehet! Oké. Na most izgulok. Megpróbálok majd rendesen pitelni, bár nem tudom, hogy a Forzában ugye mennyire lehet így kipördülni. Vagy RP-zd le, hogy kipördülsz. Ja, majd behúzom a kézit. Tényleg. Gyerünk, jöhet a 6. Sziréna be. Nyomtunk egy... Mennyivel mész? 270. Mennyi? Hát én nem megyek annyival. Ne idegesítsé már. Hát nem érlek utol. 275. Most én is elértem. Igazság szerint ugyanazzal a sebességgel megyünk köbő. Hát itt... Jó, az a sleeper. Uh-huh. Az a baj, tényleg az lett. Gyerünk kicsikém. Szűken vedd a kanyart, az is méterek. Ja, amúgy igen. Az olyan 6. nyomatom, nekem 175-tel megy. Nem foglak utolérni. Mennyit mész most? 267.
az a poén, hogy ugye nagyjából ugyanez a vége a két autónak. Igen. Ah, gonosz tervem nem jött össze. Nem! Jó, hát nem tudlak utolérni. Még egy hosszabb távon sem. Jó, ilyen szempontból egész jó az a kicsike. El kell, hogy ismerjem, hogy egész jó. Nem tudlak utolérni vele. Ja, tényleg bírva egyébként, hogy ugyanazt tudják. Bam! Ez az! Jó, magam megadta magát. Volt egy kis sikerélményem. Sikerült kipitelni. Igen. Bokorból kiugorva. Na jó, srácok, hát nagyon király volt ez a kis tesztelés szerintem. Nekem továbbra is én formára is, és amúgy teljesítményre is abszolút a régi a favoritabb. Persze nem mondhatom, hogy rossz, mert látszólag azért ugyanazon a tuning szinten ugyebár a régi megveri az újabbat, de nekem hát ez a forma, gyerekek, ez nem tudom, nekem nagyon tetszik, hogy őszinte legyek, úgyhogy sok év van a kettő között, de nem tudom. Az újabb nekem sokkal szimpatikusabb. Illetve ez a render skin azért így egész mókás, hogy találtunk rá pont egy ilyet. Úgyhogy komment szekcióban nyugodtan vésétek le, hogy nektek hogy tetszettek ezek az autók. Írjátok le róla a véleményeteket, illetve hogy milyen autókat vártok még esetleg szívesen. Továbbra is mondom, hogy nagyon sok, amit szeretnétek, hamarosan érkezni fog. Úgyhogy rengeteg autó van még hátra. Magam nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál. Én köszönöm, sziasztok! És Makam videóját ugye, ahogy ő tuningolt az autót, megtaláljátok a leírásban. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, illetve hogyha szeretnétek és még nem tettetek meg, iratkozzatok fel. Én Stark voltam, ezek voltak a mi kis golfjaink. Sziasztok!